Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. 95-ös helyett E10-es. Folyamatosan állnak át a hazai benzinkutak az új jelölésre. Január 1-je óta ugyanis megváltozott a jól megszokott 95-ös oktánszámú motorbenzin összetétele. A legkedveltebb üzemanyag úgynevezett bioetanol tartalma emelkedett. Mit jelent ez pontosan? Ami jó a környezetünknek, az árthat a régebbi autók motorjainak? Mit csináljanak az autósok, mire kell figyelni tankolásnál? Egyáltalán mi az a bioetanol? Ebben segít ma esti vegyész vendégem Szabó Zoltán, a DSC vegyipari szakgimnáziumának igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm először is, hogy vállalta ezt a beszélgetést, mert a vegyészek közül meg én úgy vettem észre, hogy az üzemanyag forgalmazással foglalkozó cégek vezetői, szervizek vezetői is egy kicsit óckodnak, óvatosak a téma kapcsán. Mit kell tudnunk erről a bioetanolról? És ugye az világos, hogy egy Európai Uniós direktívának tesz most eleget Magyarország is ezzel, hogy növelte a 95-ösben ennek az arányát. Pontosan így van. Az etanol, vagy más néven etilalkohol egy meglehetősen régóta ismert és közkedvelt vegyület, amit elő lehet állítani mesterségesen, illetve elő lehet állítani növényekből is. Minden olyan módszer, ami növényi alapon indul, az, annak a terméke a bioetanol. Amit ipari úton készítenek, az a szintetikus etanol. Tehát bioetanol minden, ami növényből erjesztéssel keletkezik. Tehát ez gyakorlatilag napraforgó repce, vagy mit kell? Bármilyen növényből lehet, amiben van szénhidrát tartalom. Ugye a közkedvelt etanolt azt a gyümölcsökből erjesztik, amiben a szénhidrátok egyszerű cukrok, de összetett szénhidrátokból ugyanúgy lehet azok lebontása után etanolt erjeszteni. Miért kell ezt belekeverni a jól megszokott üzemanyagba? Ugye a 95-ös Magyarországon nyilván az ára miatt is, de ez a legjobban fogyó üzemanyagtípus. Azt tudni kell, hogy eddig is volt a benzinben etanol, csak nem annyi, mint amennyi 2020. január 1-től van. Az etilalkohol, vagy etanol ugyanolyan jól ég, mint minden olyan szerves vegyület, amelyik szénből, hidrogénből, esetleg még oxigénből áll. Tehát minden, ami éghető és folyékony szénhidrogén, de akár a gázok is alkalmasak az égés során keletkező reakció felhasználásával, motorok, robbanó motorok üzemanyagaként. Tehát amellett, hogy alkalmas, azt tudni kell, hogy ennek az égése során kevesebb káros anyag keletkezik, mint a benzint alkotó összetevők égése során. Tehát a jogalkotók ettől azt várják, hogy a légkör szennyezettsége csökkenni fog. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy dicséretes törekvés. Mennyivel lehet tisztább, mennyi volt eddig, most talán 6% fölötti értéket ér el ez az arány? Így van, eddig a fele volt, mostantól pedig 6,1 térfogat százalék, ami annyit jelent, hogy egy liter benzinbe 6,1 centiliter tiszta vagy 100%-os etanol fog belekerülni, vagy kerül már bele. Tisztább lesz a környezetünk, hogyha ilyet égetünk el, de milyen károkat okozhat mondjuk a motorokban? Sőt, egy nagyon friss hír, ma adta ki az egyik nagy forgalmazó, hogy a elektromos, a benzines fűnyíróknál, illetve a benzines favágó motoros fűrészeknél is gondot okozhat ez a fajta üzemanyag. Több ok miatt félnek az emberek ettől a vegyülettől. A legfőbb oka a félelemnek az, hogy az etilalkohol egy kicsit másként viselkedik, mint a benzin hagyományos szénhidrogén összetevői. Elég csak arra gondolni, hogy a hagyományos szénhidrogének a zsírokat oldják. Az etanol, amellett, hogy a zsírokat oldja, a zsírokkal ellentétes tulajdonságú, úgynevezett poláris vegyületek oldására is alkalmas, például keveredik vízzel. A szénhidrogének nem keveredik vízzel. Most emiatt félnek az emberek attól, hogy egy más tulajdonságú anyag kerül bele a benzinbe, annak lehetnek nem kívánt mellékhatásai is. Háromféle félelem van. Vegyük sorba, az első az, hogy az etilalkohol az képes vizet megkötni, mert vízzel korlátlanul elegyedik. Tehát ezáltal majd megvizesedik a benzin, és köhögni fog a motor. Hát ennek az esélye azért meglehetősen kevés, mert a tank fölött lévő légtér nedvességtartalma azért elég csekély. Nagyon kevés levegő van fölötte, ahogy fogy a benzin, hogy egyre több, de ez is jelentéktelen. Ugye nyitott tankkal senki nem jár, tehát ettől a veszélytől azt gondolom egyáltalán nem kell tartani. A másik veszély az, ami miatt inkább félnek a motorok tulajdonosai a bioetanoltól, ez pedig az, hogy az alkohol, mint mondtam, olyan anyagokat is képes oldani, amiket a hagyományos szénhidrogének nem.
Ezek az anyagok lehetnek mindenféle olyan műanyagból készült alkatrészek és szerelvények, amiket akkor szereltek bele a motorokba, amikor még nem is gondoltak arra, hogy egykor majd etanol is fog szerepelni az üzemanyagban. Hát ez a félelem oka, hogy az alkohol ezeket a műanyagokat úgy fogja károsítani, ami a szerkezetüket roncsolja, meglazítja és további használatra alkalmatlanná teszi. Tömítések, csövekről van szó, amiknek a leromlása egyértelműen a motor kárára válik. Ez azért komoly problémának tűnik, vagy tűnhet. Kiket veszélyeztet ez leginkább? Ugye itt a régi autósok, a régi, régebben szerelt, talán 2000 előtt, vagy 2000 utáni években szerelt autók motorjait érinti ez a probléma. Vannak különböző katalógusok, ahol ezek föl vannak sorolva. Kiket érint ez leginkább? Így van, tehát minden olyan motort, aminek a műanyag alkatrészeit nem tervezték arra, hogy etanol fog áramolni bennük vagy rajtuk keresztül. Ez való igaz, hogy a 2000 előtt készített gépek, hiszen utána már számoltak ezzel, és olyan típusú műanyagokat építettek be, amelyek nincsenek veszélyeztetve ezáltal. Mit lehet tenni? Igen. A helyzet az, hogy pontosat nem mer és nem is akar mondani senki, ahogy mondta, nem véletlenül nem nyilatkozik senki. Ugyanis akkor érdemes egyértelmű kijelentést tenni, hogyha valamit laboratóriumban alaposan kivizsgáltak, utána jártak, többször megmértek, ellenőrizték, és itt arról van szó, hogy esetünkben ilyen mérések nem történtek. Nem véletlen, hogy nem azt mondja senki, hogy nem azt állítják a gyártók, hogy tönkre fog menni a régi motor, hanem káros lehet. Érdemes azért azon is elgondolkodni, hogy amikor a 0% alkohol helyett a 3% alkohol belekerült az üzemanyagba, azt nem kísérte ekkora felhajtás, szinte észre se vette senki. Nem is károsodtak a motorok. De most, hogy duplájára nő az alkohol tartalom, hát nincs egyértelműen tisztázva, hogy ez kárt fog okozni, de az sincs tisztázva, hogy nem fog kárt okozni. Tehát akinek a motorja az régebbi, ott bizony nem tudunk biztosan és egyértelműen megnyugtatót mondani, de azt sem állíthatjuk, hogy itt már holnap le fog állni a motorja. A harmadik veszély pedig az, amivel az alkohollal kapcsolatban felvetődik az, hogy állás közben az alkohol önmagával és más molekulákkal együtt olyan anyagot képez, ami kiválik az üzemanyagból. Ez elsősorban a kerti gépek tulajdonosaira jelenthet veszélyt, mert szükséges hozzá, hogy hosszabb időre álljon le a gép. Tehát aki rendszeresen autózik, az ebből a harmadik veszélyből semmit nem fog észrevenni. Ez az a bizonyos kocsonyásodás? Ez a kocsonyásodás, így van. De aki nem használja télen a fűnyíróját, és vagyunk egy páran ilyenek, és nem figyel erre, ott előfordulhat ennek a káros hatása. És ez megint csak problémát okozhat a motorban. Van viszont egy megoldás, azt javasolják, hogy akkor prémium minőségű üzemanyagot kell tankolni. Hát igaz, hogy jóval drágábban, de abban nincs ez a bizonyos megemelt bioetanol mennyiség. Pontosan erről van szó, hogy ez a rendelkezés az E90, a 95-ös benzin mellett még a gázolajra is vonatkozik, de nem vonatkozik viszont a 98-as benzinre, de továbbra is maradnak a piacon. Igen, ezek a bizonyos prémium minőségű üzemanyagok, honnan lehet ezt felismerni? Onnan, hogy a régi jelölést fel kell tüntetni a forgalmazónak. A régi jelölés az a bizonyos E5. Tehát ahol találkozunk ezzel a jelöléssel, ott egészen biztosan nem változott meg az etanol tartalma ennek az üzemanyagnak, ennek az E1-nek. Ahol viszont E10-et látunk, és ezt kötelező feltüntetni, ott már az új összetétellel kell számolni. Tehát akkor ez a 98-as, illetve hát vannak már ugye 100-as oktán számú üzemanyagok, akkor célszerű ezt tankolni ezek után. Aki kicsit félősebb, az... Vagy esetleg vegyíteni. Van olyan, hallottam már olyat is ismeretségi körben, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy minden harmadik tankolásra a prémiumot választja, vagy hát nem tudom, hogy ehhez mondjuk mit szól a vegyész, hogy ez járható út lehet-e. Mivel az sincs egyértelműen tisztázva, hogy károsodni fog a motor, nem tudunk erre mit mondani. Nyilván, hogyha vegyíti, akkor ezáltal az alkoholtartalom átlagosan csökken. Tehát 5 és 10 térfogat százalék közt lesz majd. Ugye van itt egy érdekesség, hogy 6,1-et mondunk, és 8-10-nek tüntetik fel, akkor most igen. 10 vagy 6. Összességében 10 térfogat százaléknyi alkoholból indulunk ki, de ebből csak 6% a tiszta,
a körülbelül 4% vegyület formájában van. Egy tercér-butil-etil-éter nevű vegyület, ami nagyon hasonlít a benzinnek a legjobb komponensére, az izooktánra, amiről az oktánszám is származik. Na most jogos a kérdés, hogy akkor miért nem ezt a szét nevű vegyületet használják? Hát egyszerűen anyagi oka van, mert ezt etil alkoholból és a másik összetevőből előtte elő kell állítani, ami bizony költséges. Ez egy teljesen tökéletes megoldás lenne, csak úgy megdrágítaná a benzint, ami még nagyobb bajokat okozna. Hát akkor emellett még izgulhatunk. Még a 98-assal is jobban járunk, igen. A 98-assal. De akkor most még izgulhatunk azért is, hogy az USA és Irán hogyan rendezi a kettőjük konfliktusát, mert azt is azt mondják, hogy már most jelentősen megemelte az olaj nemzetközi árát, hát az nyilván be fog gyűrűzni majd a hazai kutakra is. Igazgató úr, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, amiket mondott. Nagyon szépen köszönöm. Szorgalmasan kattingattak a Dehír olvasói az elmúlt napokban. A hagyományos évembere választás jelöltjeire most 4 kategóriában lehetett szavazni. A voksolás délben lezárult, de a szakmai zsűri munkája csak most kezdődik. Milyen érdeklődés mellett zajlott a szavazás? Mikor derül ki a végső győztes személye? Milyen évet zárt a régió meghatározó hírportálja? Erről is szó lesz a következő percekben. Vendégem a stúdióban Szénási Miklós, a dehir.hu hírportál és a Debreceni Korzó főszerkesztője. Jó estét kívánok! Jó estét, Szerzős István! Tegeződni fogunk, kollégák vagyunk. Igen. Miklós, Dehír, évembere választás, 4 kategória. Milyen volt az aktivitása az olvasóknak? A Dehír életében egy nagyon szép időszak ez. Alapvetően várjuk vége az esztendőnek, előttünk a következő, és ilyenkor mindenkiben benne van az, hogy jó lenne számot vetni, milyen esztendőt tudhatunk magunk mögött. Ugye a Dehír elindítja ezt a választást, 2011-ben volt az első alkalom, és mindig nagy öröm számunkra, hogy visszanézhetünk arra, milyen sikerek, eredmények voltak, történtek, estek Debrecenben, amelyekre tényleg büszkék lehetünk, és amelyeket biztos, hogy fogunk emlegetni. Ki hozzáállása, beállítottsága szerint. Tehát nyilván, aki a sportot szereti, onnan fogja ezeket sorolni, aki színházba jár, vagy más szabadidős elfoglaltságának él, azokat. Ugye Debrecen egy olyan város, ahol mindig történik valami. Itt elmondhatjuk azt, hogy bármilyen kategóriákat választunk ki, nagyon-nagyon mezőny, nagyon sok olyan eredmény, nagyon-nagyon sok jeles személyiség van, akikre tényleg büszkék lehetünk. Ugye 4 kategóriát választottunk, hagyományosan az év sportemberét kerestük, a definíció azért sportember, mert ebbe edző, játékos, sporthoz közeledő személy beleférhet egyaránt. Ugyanez volt a koncepció a kulturális terület esetében, ahol szintén nem azt mondtuk, hogy művész, vagy énekes, vagy előadó, hanem a kulturális személyiség, kulturális szereplő megfogalmazást tartottuk fontosnak, mert így sokkal nagyobb területre tudtunk válogatni. Nyilván az egy izgalmas dolog, hogy egy festő hogyan tud versenyezni mondjuk egy színésszel, de ezek hozzátartoznak az életünkhöz. A gazdasági szereplő hagyományosan nagyon erős mezőnyből került ki. Ugyanúgy is fontosnak tartottuk, hogy azokat a rendezvényeket ismét megversenyeztetjük, amelyekre megversenyeztessük, amelyekre szívesen fogunk visszaemlékezni, remélhetőleg többször is, és hogyha lesz jövőre folytatás, ezeknek újból elmenjünk. A napszemlében már beszámoltunk a kategóriák győzteseiről. Volt-e meglepetés, mondjuk ami számodra is esetleg meglepetés volt? Azt láttuk folyamatosan, hogy volt több kategóriában is fej-fej melletti viadal. Igazából nekem mindig az az érzés, amikor ezt elindítjuk, hogy a legjobb szívvel tudok bárkire szavazni. Pont azért, mert ezek elismerése méltó teljesítmények, tehát innentől fogva mondhatnám, hogy bárki nyert vele, de a legnagyobb nyertesek szerintem mi vagyunk, Dehír olvasók, illetve mi debreceniek, akik közöttük élünk, velük töltjük a napjainkat bizonyos értelemben. Ugye a gazdaság az a munkáról szól, az életre szól, a sport meg a kultúra pedig arra szól, hogy a szabadidőnket mivel töltjük, milyen rendezvényekre visszük el a családot, milyen rendezvényeken találkozunk a barátainkkal. Nem éreztem azt, hogy nagy-nagy meglepetések születtek. De mondom, hozzáteszem ezt, hogy bárki nyer, számomra jó döntés születik. És a döntést az olvasók hozzák meg, ezúton is köszönöm nekik, hogy aktívak voltak, részt vettek a Dehír játékán, mert ez a választás valahol nagyon-nagyon komoly játék, és megtisztelő, hogy ilyen sokan kattintottak.
több ezren voksoltak, és a négy kategória győztes közül választják majd ki a végső győztest. Ennek mi a menete, mikor tudjuk majd meg, hogy ki ő? Hagyományosan ilyenkor a döntés lehetősége, a döntés joga visszakerül a zsűrihez. A zsűri fogja kiválasztani a kategória győztesek közül, ki legyen az évembere, és ezt a díjat a város báján kapja meg majd az illető személyiség. A zsűri összetételéről, nem teljes felsorolás mellett, mit kell tudnunk róluk? Gyakorlatilag minden területet lefednek a zsűri tagjai, tehát a sport, a kultúra, a gazdaság, a városfejlesztés, minden ott van a szemük előtt, sok mindennel foglalkoznak. Szerintem sok oldalú személyiségeket tudtunk megnyerni a Dehír zsűriében. Most egy kicsikét frissítettünk egyébként, tehát hogy legyenek új arcok, legyenek új szereplők, legyenek új szempontok, hogy mi alapján nézzük, válogassuk ki azokat, akiket jó szívvel ajánlunk az olvasók figyelmébe. Na hát akkor a város bájáig még aludni kell egy párat, hogy megtudjuk a végső döntést. Arról viszont, vagy ahhoz nem kell aludni, hogy elmondjuk, milyen évet zárt a Dehír, milyen év van a csapat mögött. Nagyon kemény, nagyon munkás esztendőt tudhatunk magunk mögött. Nagyon szép számokkal büszkélkedhetek, hogyha szabad így élnem ezzel a megfogalmazással. Az idén, vagyis 2019-ben, tehát 2019-ben közel 3 millió felhasználónk, közel 15 millió oldal megtekintést hajtott végre Dehíren. Ez nagyon nagy szám, tehát 5 évvel ezelőtt ez a szám 2 millió volt, tehát 2 millió olvasó, és 10 millió megtekintett oldalszám volt. Tehát ha ezt veszük, akkor nagyjából 50%-kal tudtuk növelni az olvasottságunkat az elmúlt 5 évben. Szerintem ez óriási szám. Mi az ország legnagyobb vidéki városának vezető hírportáljaként azt gondolom, nagyon sokat dolgozunk azért, hogy kiszolgáljuk az olvasóinkat hírekkel, információkkal. Igyekszünk minél színesebb tartalmat kínálni. Pontosan, precízen tájékoztatni az olvasókat, hitelesen, gyorsan és a tényeknél maradva. Tudom, hogy készítettetek is egy kis statisztikát. Mit szeretnek leginkább a Dehíren az olvasók? Melyek azok a kategóriák, hírkategóriák, ha van ilyen, galériák, amitre szívesen kattint a debreceni, vagy a megyében, a régióban élő felhasználó? Nyilván nagyon fontos a bulvár hírek tálalása, tehát szeretik az emberek megnézni, milyen baleset történt, milyen bűnügyek, hát a sajtónak ez a sajátossága. Ugyanakkor megnéztük azt is, hogy nagyon érdekes az emberek számára, hogyha a galériát mutatunk arra, hogy milyen fejlesztések várhatók, hogyan néz ki majd mondjuk az új strand, milyen új járat indul a debreceni repülőtérrel. Izgalmasnak tűnt az is, hogy beszámoltunk arról, hova költözik egy házi orvosi rendelő. Megnézzük azt is nagyon nagy számban, hogy mi lesz a karneváli hétprogramja. Tehát nagyon-nagyon sokféle a debreceni emberek érdeklődése. Nagyon örülök, hogy ilyen közönségünk van, és köszönöm egyúttal azt is, hogy velünk tartanak napról napra, gyakorlatilag január 1-től december 31-ig, és aztán tovább. Átlagosan naponta hány hír, hány videó kerül föl a felületre? Naponta 40-50 hírrel gazdagítjuk a felületünket, és ez tulajdonképpen egy hét-hét napján így történik. Tehát még a hétvégi kicsit visszafogottabb hírek szempontjából csendesebb szezonban is nagyjából ezt az átlagot tartjuk. Vezető hírportálként mennyire könnyű vagy nehéz megtartani ezt a pozíciót? Azért vannak a piacon is, ugye hát az internet az nincs helyhez kötve, mennyire lehet ezt a pozíciót tartani, vagy ezt erősíteni mondjuk akár 2020-ban, vagy a következő években? Mindenféleképpen azon leszünk, hogy erősítjük ezt, és minél színesebb tartalmat kínáljunk olvasóinknak. Még több galériát, még több videótartalmat, azt se feledjük el, hogy gyakorlatilag a Dehír egy kicsit kapu a médiacentrum világában. Tehát rajtunk keresztül megtalálják a televízió hírműsorát, megtalálják a televízió egyéb programjait, a rádióhoz is utat találnak, érdemes a Dehírre kattintani. Ez a szimbiózis, ez visszaköszön a napi átlagos kattintás számba? Mennyit, hány oldalt néznek meg naponta a Dehír felhasználói? Szerintem visszaköszön, mert nagyon sokan eleve nálunk nézik meg a televízió napszemlét, vagy akár ezt a beszélgetést, mert ezt másnap is megtalálják. Nem kell várni a műsorkezdést, és jó érzéssel szörfözhetnek a Dehír felületein az olvasók. Egyébként mondhatjuk azt, hogy az a napi 40 ezer kattintás úgy átlagosan az nem egy rossz szám. A tavalyi évben, 2019-ben az egyik legerősebb napunkon több mint 87 ezer oldal megtekintést tudtunk felmutatni. Szerintem ez nagyon szép szám. A hírversenyt
hogyan tudjuk majd állni, akár csak a városban, akár csak a régióban fellelhető más honlapokkal. Vannak-e olyan tervek 2020-ra vagy a következő időszakra, amiben még egy kicsit erősíteni, vagy olyan profilok, amit még inkább előtérbe, reflektorba szeretnétek helyezni majd? Igazából, aki a hírekkel foglalkozik, az ki van annak téve, hogy vannak-e hírek, történnek-e események bárhol. Debrecenben nagyon sok minden történik, de hát itt is van nyilván egy egyszer-kétszer hullámzás, hogy hol több mindennel kell egyszerre megbirkóznunk, hol kevesebb van. Mi felkészülünk arra is, ha vannak hírek, ha nincsenek, nem kreálunk híreket, de ami van, azt korrektan és gyorsan próbáljuk tálalni. Szénási Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.